megelégedésemre szolgál, legalábbis mint házigazdának azt, hogy eddig milyen rendezvényeket tudtunk tető alá hozni. Minden esetben a hely szellemének megfelelően válogattunk és választunk a jövőben is, mondta Horváth Kálmán kormány megbízott. Igyekszünk a befolyó összegeket jótékony célokra fordítani, tette hozzá. Idén a Liszt Ferenc Zeneiskola gazdagodhat a bevételekből. Kell vagy a szegényeket, rászorultakat, vagy a tehetségeseket támogatni. Ezt a rendezvényt mi arra használjuk fel, hogy a tehetséges gyerekeket, illetve magát az iskolát támogassuk azzal, hogy felajánljuk a bevételt, amire egyébként ők megdolgoznak, hiszen ők is fellépők, de mi nagyon nagy örömmel átengedjük ezt a bevételt arra, hogy valami hangszert vásároljanak belőle, hiszen a hangszerből sosincs elég. A szerkesztési elveknél azt vesszük figyelembe, milyen évfordulókat ünnepelünk, melyek kapcsolódnak Szexhárdhoz, mondta Ódor János, a társszervező, Vasinszky Mór megyei múzeum igazgatója. Igyekszünk ebbe vármegyeházi estékbe olyan embereket megszólaltatni, illetve lehetőséget adni nekik megmutatkozásra, aki kötődik Szexhárdhoz vagy magához a megyéhez, a tájhoz, illetve az épület történelmiségéből adódóan, hogyha esetleg valami kerek évforduló van, akkor ehhez kapcsolódóan próbálunk előadót keresni. A stílusok szempontjából is meghatározó a hely. Ennek megfelelően lehet széles a paletta, hangzott el. A vármegyeházi esték első előadásában Baka Istvánra és Lányi Péterre, valamint Liszt Ferencre emlékeznek. Minket a név kötelez, Liszt Ferenc Zeneiskola, és hát ugye Liszt ominózus látogatásai alapján nekünk muszáj itt ezt a hagyományt folytatni, illetve a fiatalságnak megmutatni, illetve ezeket az értékeket ápolni. Úgyhogy itt most egy rendhagyó évfordulós megemlékezés lesz 18-án, mert hát a két nagyszerű művész, aki már sajnos nem lehet köztünk, Baka István és Lányi Péter nevéhez kapcsoltuk ezt az évfordulót. A rendezvénysorozatban vendég lesz többek között Udvardi György megyéspüspök, Rafai Ernő történész, a zeneiskola tanárai, lesz operaes, és zárásként egy pünkösdi fúvós fesztivál várja a Vármegyeházi estékre ellátogatókat.